Városi Roland a bonyhádi atlétika legújabb felfedezetje. A 18 éves magasugró, a Petőfi Sándor gimnázium tanulója az elmúlt két évben már bizonyította ehhez a számhoz meglévő kivételes adottságait és centiméterekben mérhető fejlődése alapján már az idei szekszárdi országos bajnokságon a magasugrás egyik nagy esélyesének számított. Pályafutását egyébként nem magasugróként kezdte a bonyhádi atléta, 3-4 évig távolugró volt. Érdekes, hogy éppen egy véletlen dolog, egy diákolimpiai beugrós szereplés vitte át őt a távolugrásból a magasugrásba. Volt egyszer egy diákolimpia, amiben kellett a csapatban még egy tag, és én is elmentem, és viszonylag jól ment, és pont akkor fájt a bokám a távolugrástól, és így megpróbáltam a magasugrást, és ott ragadtam végül is. Nem volt olyan nagyon-nagyon kiemelkedő eredményem, de szerintem viszonylag jó volt ahhoz képest, hogy azelőtt még nem ugrottam magasat. Szerintem ilyen flopba, de az inkább így beleültem az ugrásba még. Aha. És 155 cm volt talán, de ebben nem vagyok biztos. Kezdő magasugróként gyorsan eljutott Roland a 165 centig. A további szisztematikus munka gyümölcse már 2019-re beérett, de a vírushelyzet okozta a versenyszünet következtében 2021-ben az idén tudott először szabadtéri országos bajnoki címet szerezni. Egész évben a korosztályomban én ugrottam a legnagyobbat, és ezt így szép lassan jutottam el például az 1.95-ös, 1.94-es magasságomig, és ezt a magasságot toltuk ki körülbelül az országos bajnokságig és a válogatottig. A 194 centis jellegi egyéni csúcsát egy hónappal a szekszárdi U18-as országos bajnokság előtt Gödöllőn érte el. Az ifi OB-n reménykedett a csúcsbeállításban, de ez ott, Szekszárdon nem sikerült. A riválisok szorongatása miatt bizony kellett a nagyugrás, ami 191 centire sikeredett. A második sorozatban már megugrotta a 191-et, de nem nyugodhatott meg, mert a mögötte végzők is átjutottak a 186, illetve a 188 centit. Izgalmas döntő volt. Végre lett egy jó versenyünk, és hogy nem csak egyedül maradtam az utolsó magasságokra, és szerintem hajtott is előre. A bonyhádi magasugró egy héttel az ifi OB után Csehországban egy válogatott nemzetközi csapatversenyen már mint magyar válogatott szerepelt. Itt is hozta formáját, és ahogy Szekszárdon megpróbálkozott az egyéni csúccsal, illetve annak beállításával. Mindössze megint egy-két centim múlott a dolog. 195-re föltetettük a lécet, igen, hogy meglegyen az egyéni csúcs, és hát az nem sikerült. Elég kicsi volt a kezdő magasságunk is, eléggé sokat kellett várni ahhoz, hogy ugorhassak, de alapból hát nem jött ki a lépés. Most úgy érzem, hogy nagyon jó a formám, és ebből lehetett volna egy jóval nagyobb ugrás is, szóval a centiméterrel annyira nem voltam megelégedve. Az idén még a Magyar Liga bajnokságon versenyez Városi Roland, de lelki szemei előtt már a következő év, ami a korcsoportváltás után egy évvel idősebbek ellen megmérettetést jelent majd az U20-as korosztályban. Nem adja alába dobogónál, miközben üldözi a magasugróknál álomhatárt jelentő két méteres magasság elérését, illetve átlépését. Azt szerintem megint inkább magammal fogok versenyezni, mert lesznek nagyobbak nálam, mert én leszek kisebb a korosztályomban, de mindenféleképpen ott akarok lenni az első háromba. Érzi, tudja, melyek a mozgásában, technikájában azok az elemek, amelyekben még bőven javulhat, vagy éppen melyek azok a rossz beidegződések, amelyeket ki kell iktatni edzője Scheidler Géza segítségével. Idén szerintem szétszedtük eléggé jól az ugrásomat, hogy a nekifutás, meg az ugrás, meg minden egyes részét, és egyenként próbáltuk összerakni. A futás az szerintem viszonylag összeállt, és most pedig a támaszba kerülésen dolgoztunk eléggé sokat, és megvannak már a hibáim, és ezt akarjuk kijavítani szerintem jövőre. 2022-ben egyébként atlétikában U20-as Európa-bajnokságot is rendeznek, ami plusz motiváció a bonyhádi magasugrónak.